Ebben az évben is diákok segítik a rendőrség munkáját a nyári veszélyek megelőzésében. Ma 5 erdélyi fiatal érkezett, akik magyarul, románul, angolul és németül is beszélnek, így akár a külföldi turistáknak is segítséget tudnak nyújtani. Évek óta tartó kezdeményezés Nyíregyházán az úgynevezett Tourist Police program. Középiskolásoknak van a meghatározott úgynevezett közösségi szolgálatban teljesítendő feladat óraszám. Ezt nagyon szívesen és nagyon örömmel látják el a kapitányság nyújtott a keretek között. Ez évek óta visszanyúlva csak azt jelenti, hogy szórólapokat osztanak, járőröznek úgymond a kollégáinkkal, besegítenek, ahol kell, külföldieknek az eligazításában, segítségnyújtásában. A diákok kiválasztása a Cserediák program keretén belül történik. Magyar tanulók segítenek jelenleg Romániában, míg az onnan érkezők látják el a feladatokat itt Nyíregyházán. Szászrégen melletti faluból, de én Szászrégenen járok iskolába, a Lucián Blagába, a turizmus szakon. És úgy kerültem bele a programba, hogy eredetileg egy srác jött volna, de eltörte a karját, és úgyhogy a tanárnő mondta, hogy jöjjek én, mert jó lesz. A diákok egységes pólót kaptak, így könnyebben észrevehetik őket, és kérhet tőlük bárki segítséget. Elmondjuk nekik, hogy hogyan kell viselkedni, hogyha meglátjuk, hogy olyan helyre mennek, ahova nem kell menjenek, vagy hogy a tóban fürödnek, akkor figyelmeztetjük, és megkérjük, hogy hagyják abba. Hogyha ez nem működik, akkor hívjuk a rendőrséget, ők majd elintézik. Akkor szórólapokat osztogattunk, figyelünk a vagyonokra, és hogyha valaki valamit elveszít, akkor visszaadjuk neki. A szolgálatot főleg a kedvelt turista helyeken látják el, például Sóstó környékén, a fürdőknél, az állatparkban és a múzeumfalu területein.